mindig filmmel megyünk tovább, egészen pontosan egy filmversennyel, ugyanis egy magyar-holland csapat tarolt azon a filmművészeti kihíváson, ahol csupán 48 órát rendelkezésükre az alkotóknak arra, hogy elkészítsenek egy filmet. Hamarosan a rendezővel beszélgetünk, de előtte nézzünk be a film kulisszái mögé. Szatmári Andreával, a Győztes film rendezőjével beszélgetek. Szia! Szia! Még mielőtt konkrétan a te filmedről ejtenénk pár szót, azért azt kérlek vázold fel a nézőnknek, hogy mi is ennek a versenykiírásnak a koncepciója. Szerintem a laikusok azért nehezen tudják elképzelni, hogy hogyan is lehet 48 óra alatt elkészíteni egy kis játékfilmet. Én azt gondolom, hogy profik is nehezen tudják elképzelni azt, hogy ez hogy tud elkészülni. Az a versenynek a hivatalos kiírása, hogy 48 óra alatt kell eljutni a forgatókönyvtől a vágott anyagig. Most biztos, hogy hallotta már mindenki, hogy bizonyos filmeket hónapokig forgatnak. Most ugyanezt kell lezongorázni, úgyhogy pénteken írjuk meg a forgatókönyvet, utána szombaton leforgatjuk, majd utána vasárnap megvágjuk. Azok, akik bevállalósabbak, azok még vasárnap is hozzáforgatnak egy kicsit, hogy biztosan veszélybe kerüljön az, hogy időre le tudják adni az anyagot. Igen, így jártatok ti is, és ezt is még azért mindjárt kitárgyaljuk, de hát mennyit lehet itt előkészülni? Mert azért gondolom, legalább szereplőket, legalább helyszínt, tehát valamit le kell egyeztetni, hogy az ember tudja, hogy kivel és mit, vagy nagyjából hol tud forgatni. Igen, bizonyos dolgokat le lehet egyeztetni előre, például ugye a helyszíneket, meg a szereplőket, ezen kívül más nem nagyon enged a hivatalos versenyszabályzat, amivel tud egy kicsit az ember játszani ilyenkor, hogy kitalál egy vizuális koncepciót. Ezt amúgy is nagyon szeretem előre kitalálni, egy vizuális koncepcióval készül, és ennek megfelelően kezd el mindenféle kellékeket, ami abba a vizualitásba beleférhet, azokat összeszedi, kellékeket, anyagokat, rengeteg fóliánk volt, nem tudtuk, mire fogjuk használni, és azokból kezd el építkezni. És úgy is írja már kapásból pénteken a forgatókönyvet, hogy tudja, hogy mik azok az eszközök, meg kellékek, meg minden, ami rendelkezésre áll, hogy ez az egész ez meg tudjon valósulni. Hát akkor tulajdonképpen itt a gombhoz varjátok a kabátot, amiben neked már nagy gyakorlatod volt, mert ez volt a 9. alkalom, hogy elindultál ezen a versenyen. De akkor jelen esetben hogyan álltatok neki? Ugye húzni kell egy műfajt és egyéb olyan megkötéseket, amit itt megadnak a versenyben. Ti mit kaptatok, és akkor hogyan indult el maga a munkafolyamat? Kaptunk egy műfajt, ezt egy kalapból húztuk ki, és ez a skifi műfaja volt, ami remekül illeszkedett a helyszínünkhöz, ami viszont a kelenföldi erőmű volt. Ez nagy szerencse volt voltaképpen azért. Ez óriási szerencse volt, hogy gyakorlatilag a sors is a kezünk alá dolgozott. Ezen kívül mindig megadnak egy kötelező szereplőt, ez a mi esetünkben egy Puk Brandenburg, vagy Plattenburg, vagy holland neve van, hiszen a holland versenyre készült ez a film. Nyomozó, vagy nyomozónő volt a kötelező szereplő. A kötelező kellék egy légfrissítő, vagy egy diffúzor volt, ezen kívül pedig van egy mondat, aminek el kell hangoznia, ez pedig valami olyasmi volt, hollandul természetesen, hogy ez volt benne reggel az újságban. És így akkor milyen sztori állt össze, hogyha ezt röviden össze tudod nekünk foglalni? Az állt össze, mivel tudtuk, hogy kettő helyen fogjuk forgatni, a felét Hollandiában, a másik felét pedig Magyarországon. Úgy álltunk neki az egész munkafolyamatnak, hogy mindenképpen egy olyan sztorit kell kitalálnunk, ami két szálon fut, és azt is tudtuk, hogy ez csak akkor tud működni, hogyha egy adott jelenetben ez a két szereplőnkhez találkozik. És így álltunk neki. A sztori az pedig az, hogy van kettő darab nő, aki egy rejtélyes applikáció segítségével testet kíván cserélni egymással, mind a ketten nagyon
nagyon szépek, belemennek a cserébe, de egyikőjük se tudja, hogy a másik az miért ment bele. Az egyik azért ment bele, mert rákos, és egyébként is valószínűleg cserben fogja hagyni az ő teste, a másik pedig azért, mert egy körözött bűnöző. És ugye még, ahogy mondtad, kitaláltátok azt is, hogy találkozzon a két szereplő, és legyen egy közös jelenetük, és ezért kellett aztán nektek még vasárnap is, a 48. óra vége felé tartva, kiutazni Hollandiába és úgy forgatni. Hát ez nagyon körülményesnek hangzik, és azt hiszem, hogy még extrém módon az is volt. Abszolút az volt, tehát hogy ezt három városban forgattuk, az egyik Budapest volt, a másik Rotterdam, ezek szombaton forogtak be, és vasárnap pedig átutaztunk Eindhovenbe, és az volt a cél eredetileg, hogy Rotterdamban forgassuk le az utolsó jelenetünket, azt a közöset, amiben megegyezik a két főszereplő. Azonban, amikor nagyon, minden annyira flottul ment, de a gépünk az nem tudott Eindhoven repterén leszállni, ezért még a levegőben azért, mert egyébként vastag köd borította Eindhoven, úgyhogy átirányítottak minket Maastricht városába, ami egy 70 kilométerrel délebbre van. Nagyon-nagyon sok időt vesztettünk volna, hogyha először Rotterdamba megyünk, mert egyébként Amsterdamban vágtuk ezt az egészet, ha esetleg nem lenne eddig kellően bonyolult, úgyhogy úgy döntöttünk a holland rendezővel együtt, hogy ő, amíg mi zögykölődünk a vonaton egy adott város irányába, ő addig, ez az adott város végül Amsterdam lett, és ott keresett egy másik helyszínt, ahova el tudtunk menni forgatni. És akkor végül 3 perccel a leadási határidő előtt leadtátok a filmet, és el tudtál menni a díjkiosztóra is. Akkor már milyen előérzeted volt, amikor láttad a többi filmet is, hiszen egy vetítésen is részt vehettetek? Így van, nagyon sokáig hatalmas mellénnyel mentünk, mert úgy gondoltuk, hogy tényleg jó lett, és minden, tehát a 9-ként most már csak jól sikerül egy kisfilm. Aztán megnéztük a filmeket, és láttuk, hogy van olyan, ami megnevetteti a közönséget. A miénk az nem egy kifejezetten vidám film, és azok szoktak nyerni elsősorban. Úgyhogy volt egy olyan érzésünk, hogy ez nem fog sikerülni. Hiába repültünk, hiába, nem. És aztán végül kimondták a nevünket első helyezettként, és nem is akartuk elhinni. Üdvribalgás, kimentünk a színpadra, majdnem elsírtam magam. Hát sőt, ugye 10 jelölésből 6 kategóriában nyertetek is, és ami a legfontosabb, az a legjobb film első helyezése volt. Ezután viszont ez azt jelenti, hogy mehetsz a nemzetközi döntőre is, hogy ott már új filmet nem kell csinálni, még egy ilyen 48 órás tortúrának nem lesztek kitéve. Viszont az hogy néz ki, hát az a lisszaboni döntőben hányan lesznek, és ott mit nyernek azok, akik a legjobban bizonyulnak? A lisszaboni döntőben részt vesz minden város. Ez, amin mi részt vettünk, ez az eindhoveni helyi döntő volt. Ezért is volt necces, hogy magyar csapatként nyerhetünk-e egyáltalán, hiszen nyilván ők egy saját, egy hazait képviseltetnének, ezért is nagy szó, de ott minden helyi fordulónak a győztese fog részt venni, ez nagyjából egy 130 filmet fog jelenteni, körülbelül 100 országból. És akkor a top 10 pedig majd mehet Cannes-ba, a filmfesztiválra, úgyhogy bízom benne, hogy nektek és neked ez sikerül. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és elmeséltél ezt a fantasztikus történetet. Én köszönöm szépen.